Löveg! Egy díszlövés, tölts! Tűz! Magyarország a magyaroké! A Corvin köz a miénk! De vajon Budapest is a miénk lesz? Következzék a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester jelöltje, dr. Grunter András! Tisztelt megemlékező kedves barátaim! Mindig is tudtuk, hogy a baloldali kommunikáció két fő jellemzője, a képmutatás és a hazugság. Mostanában az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban baloldali véleményformálók egy olyan új hazugsággal álltak elő, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ez ugyanis rólunk szól. Azzal a rágalommal álltak elő, hogy mi elfelejtettük, hogy szüleink és nagyszüleink 1956-ban ki ellen harcoltak, elfelejtettük, hogy az oroszokat kell kárhoztatnunk a forradalom és szabadságharc bukásáért és az azt követő megtorlásért. Természetesen ez hazugság. Mi pontosan tudjuk, hogy ki volt 1956-ban az ellenségünk, és azt is pontosan tudjuk, hogy az ugyanaz, mint ma. Semmi esetre sem az egyszerű orosz katona, és nem is az orosz állampolgár, aki ugyanúgy áldozata volt a kommunizmusnak, mint mi, hanem kizárólag a nemzetközi baloldali rablóbanda. Mindegy, hogyan nevezik magukat, mindegy, hogy milyen világmegváltó eszme mögé bújnak, a függöny mögött mindig ők vannak. Világosan látjuk, hogy a nemzetközi baloldali elit semmit sem változott az elmúlt 200 évben. Marx, Károly, Engels, Lenin, vagy akár Rákosi Mátyás nem a szegény negyedekben szőtte világmegváltó terveit, nem a gyárak futószalagjai mellett ábrándozott, hanem Svájcban, szanatóriumok kertjeiben és bankházak klubhelységeiben. Csak úgy, mint Klaus Schwab, ugyanott, Svájcban, amikor azt mondta, nem lesz semmitek, és boldogok lesztek. Ugye milyen ismerős? Klaus Schwab szavai leleplezik az egész rendszert. A kommunizmus ugyanis nem szólt másról, soha nem szólt másról, mint a népek szisztematikus kirablásáról. Ez egy mesterterv, amit a baloldal éppen akkor végrehajtott. Ez a terv vezetett Magyarország kirablásához, a magánvagyon eltüntetéséhez 1950 és 90 között, majd egy másik terv, amit privatizációnak hívtak, vezetett a kirablásunkhoz, az állami vagyon elvesztéséhez a 90-es években. Ugyanaz a nemzetközi rablóbanda, spekuláns pénzügyi maffia állt mind a két terv mögött, hogy aztán újabb tervekkel álljanak elő, és ezzel az ezredfordulón elérkezett a válságok kora. Ha emlékeztek még, 2001. szeptember 11-én elindult a terrorválság. Az árak az egekbe szöktek, és elkezdődött a szabadságjogaink megnyírbálása. Mindjárt ezt követően 2006-ban a Lehman Brothers csődjével elindult a nemzetközi pénzügyi válság. Magyarok tízezrei vesztették el ingatlanjukat és egyéb tulajdontárgyaikat, és százezrek mentek csődbe, illetve vesztették el munkájukat. 2011. Arab tavasz. A népvándorlás ezzel indult meg, és 2016-ban tetőzött a menekültválság ügyében. Ekkor kezdték el betelepíteni Európába az olcsó munkaerőt, ezzel további gazdasági károkat okozva nekünk. Covid-válság. 2020. Tovább nyírbálják a szabadságjogainkat, milliók mennek csődbe. És 2022, ukrán-orosz háború, az infláció elszabadul, a magyar gazdaság a tönk szélére jut. Mi ezekben a közös? Az, hogy egyikért sem tartoztunk felelősséggel, egyiket sem mi okoztuk, mégis minden kár ránk hárult. És kik voltak, akik nyertek? Ugyanaz a nemzetközi baloldali brigád, akiért a kommunizmusért is felelős volt. Mit tehetünk tehát? Három dolgot biztosan.
Egyrészt ugyanúgy szerveznünk kell tovább az ellenállást, mint ahogy az 56-osok szervezték. Másrészt védenünk kell a nemzetet, annak minden értékével együtt. Harmadrészt távol kell tartanunk a baloldalt minden politikai közéleti szerepvállalástól, úgy Magyarországon, mint Európában, és így Budapesten is. És a legfontosabb, hogy utat kell mutatni a többi honfitársunknak. Igen, utat, a nemzeti és keresztény utat, vagy amit mi harmadik útnak hívunk, az egyetlen utat, ami mi járunk, és amit mi soha el nem hagyhatunk. Isten minket úgy segélye. A főváros köztudottan nehéz terep, a legnehezebb terep a jobb oldalnak, de szeretjük a kihívásokat. Dr. Grundner András, a mi hazánk főpolgármester jelöltje, született fővárosi régi lokálpatrióta, a mi évben kezdett politizálni velünk, számos kampányban részt vett, van tapasztalata. A mi hazánk alakulásától segíti mozgalmunkat, jogi kabinetünk elnöke, a párt fővárosi alelnöke, a mi hazánk mozgalom városvédelmi és városfejlesztési programját kidolgozó csapat koordinátora. Sok sikert kívánunk neki, segítsük munkáját, kedves budapestiek!